Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ismét találkozunk, és a Bibliából fogok nektek egy rövid történetet elmondani. Három testvérről szól, és Jézus Krisztusról. Remélem, hogy titeket ez érdekelni fog, együtt gondolkozunk Isten igéjéről is, a hitünk is épül és erősödik. Jézus újra meglátogatta három testvért, három testvérről van szó, az egyiket, a fiút így hívták, hogy Lázár, egy kedves ember volt, ragyogott a szeme, volt egy szakálla, barátságos volt, és volt még két lánytestvére, az egyiket így hívták, hogy Márta. Márta az izgő, mozgó, sürgő, forgó, ide-oda kapkodó, ugráló, ugrabugráló valaki volt. A másik lánytestvére pedig pont az ellenkezője volt Mária. Olyan csendes volt, olyan visszahúzódó volt, olyan nagyon szívesen hallgatta, amit Jézus mond, mindig őrá figyelt, és betöltötte őt, amit Jézus mondott. Tehát meglátogatta a három testvért Jézus, ott vagyunk, már is a kapuban Jézus jön tanítványaival, és kinnál a kapuban a három kedves testvér, akik mosolyogtak, örültek, hogy megölelhetik a mestert, hiszen egy óriási nagy csodát tett, tudjátok, a mester a Lázár életében. Lázár meghalt, nem is olyan régen, meghalt szegény, már el is temették egy szikla sírba. Már 4 napig ott feküdt a sírban, és Jézust hívták a testvérei, Mária is, Márta, nagyon szerették a testvérüket, soha nem volt csipkelődés, hajhúzás, könyökölés, átejtés, meg egyéb dolog, nagyon szerették, és Jézus elment hozzájuk ide Betániába, és imádkozott, és feltámadt Lázár a halálból, és most ez az újjára életre kelt ember, Lázár, itt van a családban. Tehát nagyon örültek, hogy Jézus már közel van, mindjárt, már be is lépnek a kapun, a tanítványok is hallelujáznak ott hát mögött, hogy halleluja, itt vagyunk a kedves testvéreinknél, Máriánál, Mártánál és Lázárnál. Hó, milyen jó lesz velük beszélgetni. És akkor azt csinálták, régen, tudjátok, nem volt ilyen asztal, ilyen magas asztal, mint amiről mi eszünk, meg amin megírjuk a házi feladatot, meg a számítógépet ráhelyezzük. Nem volt ilyen magas asztal, hanem egy szép, nagy szőnyeget, amit mindig becsavarva tartottak, letették a padlóra, és kigöngyölítették, és megigazították rajta a rojtot, szépen minden, és erre a szép terítőre, vagy szőnyegre tették rá az ennivalót. És az volt a szokás, hogy mindenki a földön lévő asztal körül helyezkedett el, és így a jobb könnyékre támaszkodtak evés közben az emberek, és így beszélgettek,
vettek, volt egy közös tál, mindenkinek volt egy kanala, és ették a finom ennivalót, amit kaptak. Az asztal körül ott volt a vendéglátás, és mindenki jól érezte magát. Hát azért 12 tanítvány, hát nem tudom, hogy más női vendég volt, lehet, hogy mások is voltak, meg a három testvér, úgyhogy elég szépen voltak együtt, nagy-nagy szőnyeg volt leterítve, és a köré helyezkedett el mindenki. Persze Márta és Mária nem telepettek le úgy az asztal mellé, hát Márta mit csinált? Márta főzött. Márta igyekezett, hogy mindenkinek jusson bőségesen az ennivalóból, serényen felszolgált, mikor elkészült az ennivaló, akkor a gőzölgő ennivalót letette, lehajolt oda, és letette a szőnyegre, amiről ettek, az volt az asztal, tehát a földre terítettek meg, és akkor oda tette az ennivalókat, gyümölcsöket is tett oda, finom körtét, ilyen nagy fült szőlőt, több szőlőt is, Jézusnak is tett szőlőt, Lázárnak is, meg Péternek, Jánosnak, meg a többi tanítványnak is finom szőlőt. Piros alma is volt, több piros alma is az asztalon, aztán ilyen nagy személy szilvákat is tett oda az asztalra. Még volt ott az asztal szélénél egy hatalmas nagy torta, egy nagy torta, amit majd legvégül megettek. Volt, akinek a vajosszára ragadt a tortának, a morzsája le kellett törölni. Ó, de finom volt. Ugye, ti is szeretitek a tortát, a szőlőt, a finom kalácsot, na jó, meg a kocs, a csokit is, ugye? Hát, volt ott aztán nem csak zöldség, alma körte meg ez, hanem finom libacomb, kacsacomb, csirkecomb, meg marhahús is volt ott, meg csoki is, meg innivaló is volt, üdítő volt ott. Tehát ott feküdtek az asztal körül, ott helyezkedtek el, mindenki gyönyörködött, hogy milyen finom ennivaló van az asztalon, és hogy most bizony jól lakik, mindenki jól lakik, mindenki telerakja a pocakját, jól fog lakni. Lázár ott helyezkedett el közvetlenül Jézus mellett. Egészen közel volt, közel hajolt így Jézushoz, mert így sorba fekve helyezkedtek el az asztal körül, és Lázár nagyon boldog volt, képzeljétek el, hogy mennyire ragyogott a szeme. Boldog volt, hogy él, hogy Jézus akarta, hogy még éljen, hogy ne legyen beteg, hogy ne fájjanak a csontjai, hanem hogy legyen boldog, és boldog volt Jézussal, boldog volt, és mi most őrá figyelünk, Lázárra és Jézusra, hogy néz ki egy boldog ember. Ugye mi is szeretnénk boldogok lenni. Mi is szeretnénk az asztalról ilyen finom falatokat elvenni. Nem minden gyereknek jut ám ilyen finom falat. Nektek biztosan jut. Na de legyünk hálásak minden morzsáért, minden falatért, ami az asztalunkon van. Aztán, amikor már úgy félig meddig a tortához közeledtek, hirtelen a másik szobából betoppant Mária. A kezében volt egy fém edény,
egy ilyen fém edény volt, amiben nárdusolaj volt, finom nárdusolaj. Ez nagyon drága volt, ez a nárdusolaj, és ebből csak egy picit használtak, beletették az ujjuk hegyét ebbe a nárdusolajba, és akkor a homlokukat, vagy az arcukat megérintették vele, és akkor mindenkinek jó illata lett. És jött Mária ezzel a nárdus olajjal, aminek csodálatos jó illata volt, és hogy Máriának a szemébe könnyek voltak. Valószínű, hogy valami bántotta őt, és valamit meg is bánt, és várta, hogy az Úr Jézus bocsássa meg neki az ő bűneit, és akkor oda térdelt Jézus elé, és Jézusnak a lábát bekente ezzel a nárdus olajjal, a hajával pedig eloszlatta a Jézus lábára kent olajat is. És egy pillanat alatt kiáradt az olajnak az illata, és betelt a ház. Betelt a ház. Betelt a ház ennek a nárdus olajnak az illatával. Csodálatos pillanat volt ez. Mária sírt, hulltak a könnyei, és hát nagyon kegyelmes volt Jézus hozzá, odafordult hozzá, bátorította őt. Átélte Mária a bűnbocsánatot, és boldog volt ő is, hogy adhatott Jézusnak. És Jézus is boldog volt. Van ilyen a Bibliában, hogy Isten örül nekünk. Hát Jézus hogy ne örülne nekünk, aki szeret minket, és megáldott ezt a Máriát. Boldog volt Mária. Aztán volt a tanítványok közt egy magas növésű, már a haja elhullott, jócskán elhullott a haja, volt egy kis bajusza, és kopott szakálla, és forgatta a szemét, így forgatta lesföl, és látszott, hogy morgolódik magába. Mi lehet ezzel az ember? Ki is volt ez a bácsi? Júdásnak hívták. Iskariótes Júdásnak. Ez egy olyan csúfolódó, árulkodó férfi volt. Na hát, morgolódott magában. Na miért morgolódik Júdás? Mi van? Mi van Júdás? Miért morogsz? Hát, tudjátok, odafordult a többi tanítványhoz. Hát ez egy pazarlás. Ez drága volt, ez a nárdusolaj. 300 dénárt adtak volna érte a piacon, és most ez a nő a Jézusnak adta ezt a drága olajat, és őt megkente, hogy ez a csodálatos illat körülvegye Jézust, hogy ez az illat kifejezte az ő hitét, mert a hitnek van illata, a hitetlenségnek pedig szaga van, büdös a hitetlenség, ha nem hiszel, akkor nagyon büdös a levegő körülötted. Ha hiszel, akkor illata van a hitnek. Bosszankodott Júdás, sajnálta, mert hát miért sajnálta, ugyan már? Miért mondta, hogy a szegényeknek kellett volna adni az árát? Hát ő el akarta lopni, már elhatározta, hogy ő valahogy a zsebébe dugja ezt az olajat, és eladja majd a piacon, és majd kap érte valamennyit, és jól jár. Hát igen, ez volt a helyzet.